Hát az öreg az szülepítőjelzkedtek. Egyedül kellett megszervezni és az akadályépítésben küzdenie. Ezt nagyon jól ellátta Béla ezt a feladatát, mint mindig, ennek nagyon örülünk. Annak különösen örülünk, hogy itt győzelem született, mert maga meg egyes ugye már egy győzelem. A rendőrségnek itt nem kellett ebbe a történetbe beavatkozni. És nagyon reméljük, hogy jövőben egyre több ilyen győzelmet könyvelhetünk el civil otthonvédőként, hogy a rendőrség visszavonul. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkát. Mit üzenne egyébként az embereknek, akik nézni fogják ezt a felvételt? Senki ne adja fel a reményt, senki ne adja oda küzdelem nélkül a lakását, az autóját, mindenki perelje a saját bankját, fordulja a jogvédelemhez, keresheti a kokpánycsoport jogvédelmét, kereshet minket a kokpánycsoport@gmail.com-on, és össze tudjuk kapcsolni az ingyenes jogvédőszolgáltatásunkkal, ami abból áll, hogy megmondjuk neki, hogy szabad-e perelni, nyerhető-e az ügye, tehát ez teljesen ingyenes, és utána választhat a jogvédő szervezetek között, hogy kit választ, aki mondjuk anyagilag olcsóban meg tudja oldani az ügyét. Én azt mondom mindenkinek, hogy több jogvédő szervezettel vegye fel a kapcsolatot, és ő maga döntse el, hogy kit vesz igénybe, de ma már úgy néz ki az elmúlt egy hónap statisztikája alapján, most már 11 győztes pert tudnak a jogvédők a hátuk mögött a devizás ügyben, és hát nagyon úgy néz ki, most megalakult az Adósok Érdekvédelmi Szövetsége, ami szintén három lábon áll, pénzügyi szakemberekből, Varga István vezetésével, ügyvédekből, Dr. Dram Andrea és más neves ügyvédek, Barabás ügyvéd úr, és ugye hát szövetségben velünk az utcai harcosokkal három fronton próbáljuk érvényesíteni az emberek jogi igényeit. Póka úrral kapcsolatban van valami plusz információ? Egyelőre Póka Lacival kapcsolatosan nincs plusz információ. Nevetségesnek tartjuk, hogy terror előkészítéssel vádolják. Póka Laci csak egy tisztességes, jó erkölcsen rendelkező, igazi magyar ember, aki a saját eszközeivel próbál harcolni. Én szerintem a terrorizmus nem egy csákánnyal vagy egy baltával kezdődik, a terrorizmust azt fegyverekkel szokták ma már megvédeni. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a 72 óra elteltével Laci visszajön közénk, és együtt tudjuk tovább folytatni a harcot. Mi is ebben bízunk, nagyon szépen köszönjük a munkát. Én is köszönöm. Köszönjük.